környezetvédelem szempontjából a közlekedés az egyik legkomolyabb, legnagyobb kibocsátó. És az elektromos autózással itt nagyon nagyot tudunk tenni. Elektromos töltő található közterületen Székesfehérváron, ez már egy szép szám, de azért fontos volt, hogy bővíteni lehessen. Azt gondolom, hogy egyrészt a töltők elhelyezésével bízunk benne, hogy folyamatosan nő az elektromos autók száma. Ez nagyon fontos a légszennyezettség okán is, illetve nagyon fontos a zajhatás tekintetében is, mind a kettőt jelentősen csökkenti. Két éve van elektromos autóm, nagyon szeretem, egy barátom inspirálására vettem, neki már volt akkor. Először talán az anyagi spórolás volt a cél, de ma már nem, ma már sokkal jobban inkább a környezettudatosság a fő cél. Általában a munkahelyemen vagy az otthonomban töltöm az autót, de ha napközben lemerül, a kosárlabda csarnoknál lévő E.ON villámtöltőjét használom, amivel 15-20 perc alatt megtöltöm az autómat. Nagyon nagy lehetőség az, hogy 5 töltőt telepített az E.ON Székesfehérváron. Forgalmas utak mellett, közterületeken került elhelyezésre ez az 5 darab töltő, és azt hiszem, hogy ez egy komoly előrelépés. Ráadásul nem szabad azt sem elfelejteni, hogy egyaránt nő az autók száma, és egyúttal mindenképpen fontos, hogy emelkedjen a töltők száma. Az E.ON-nak köszönhetően ez most megvalósul.